Második alkalom, májusban volt itt egy 30 fős csoport a GEE-től, akik segítettek nekünk megtisztítani a Magyarországon egyedülálló római kori villaegyüttes területét. Erre sajnos nem volt túl nagy munkaerő lehetőségünk saját erőből, és ezért kértük, hogy önkéntesek jöjjenek, és ők segítettek megtisztítani. Jó, jó, akkor tehát, hogyha jól értelmezem, akkor most megint másodszor jött el a CEE és a önkéntesei, illetve a CEE Foundation felelődő diákok, akik Lengyelországból, Romániából és Magyarországról vannak itt, és Csehországból, hogy ők is megtanulják a kultúrának ezt az elemét. Milyen fajta munkát vártok még, tehát milyen fajta önkénteseket vártok még, ha nem is valaki más. Hát általában területkarbantartásra várunk segítséget, mert nagy a területünk, 64 hektáron terül el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, és mindössze 6 dolgozó, aki más munkákon kívül végzi ezeket a feladatokat is, tehát nagyon nagy szükségünk van arra, hogy önkéntesek jöjjenek a múzeum területére, és besegítsenek a területkarbantartásba, de ezen kívül vannak még meszelési, parkfelújítási munkálatok, hogy padokat átfesteni, és más munkákat is tudunk adni. Ez egy közös ügyünk. Szeretettel várunk mindenkit, aki segíteni tud nekünk.